Nos hát akkor üdvözlünk mindenkit a Játékosok Podcast csatornáján, és azon belül is ismételten a Játékosok Roulette-ben, hát egy újabb kihagyással, de most ismételten egy újabb érdekes játékot hoztam el, ez pedig nem más, mint az Asphalt Urban GT 2, és ez nem mellesleg most a Nintendo DS-es változata a játéknak, és ezt azért is érdemes kiemelni, hiszen alapesetben ugye ez mobilra is hajoltan megjelent, valamint a második rész még PSP-re is megjelent, hát úgymond egy, hát azért jobb grafikával, mint ez, ami itt látható, de hát mivel mégiscsak a Nintendo DS volt a fő platformja, ezért arra gondoltam, hogy talán jó lenne ezt megnézni, hogy milyen, és hát természetesen ugye nem vagyok egyedül, úgyhogy köszönhetem Dávidot, Fejet, illetve Dragon Rider-t is. Jó estét! Szavasztó. Üdvözlök mindenkit! És nagyon tetszik a név, hogy Jobb. Igen! Na, hát mivel úgymond ugye a Nintendo DS-ről beszélünk, ugye hát két képernyő is látható, úgyhogy hát most itt úgy van az elrendezés, hogy van itt oldalt egy, ugye az, vagy hát oldalt lesz a térkép, illetve a másik oldalt a maga a játékmenet. És hát most arra gondoltam, hogy szerintem így megnézhetjük a konkrét ezt az Evolution játékmódot, ami elméletileg ez a sztori, vagy hogy mondjam, ez a karrier módja. Akkor jobb adon van a Mario-s DS-es játékban, a New Super Mario Bros-ban mondtam mindig úgy, hogy az a koppintós rész. Jó, csak így rá kellett koppintani, és akkor a gombát, meg ilyesmit, a virágot le tudtad hívni, be tudtad hívni a játékba. Így. Már mindig jobb, mintha tovább sütnénk. Szentkória krónika. Ja, Dávid, te tegnap lemaradtál, igen, hogy jaj, Dragon Rider egy olyan sztorit kezdtünk el összerakni, hogy hihetetlen. Azt majd el is írom novellába egyszer, szerintem megírom, azt felolvasom majd. Mert sőt, ezt a regényi növesszük, se lesz. Mondtuk azt, hogy majd 3 év múlva rülni fogjuk az öltönyös selfie képeket majd a nem tudom, milyen díját adó, mint a legsikeresebb, izé, regény, és akkor... Aha. Ez Szentkória krónikái. Azért meghívjuk a mestert is, hogy értékeljük. Az ötet adókat. Nekem jó, fog be a toás, nagyon tetszett. Na és hát most azt nézve, hogy az Evolution részben úgy néz ki, hogy nem kell vegyek autót, hanem úgymond kapom, hogy melyikkel menjek. És egyébként csak így említettem, mert én aszfalttal ugye játszottam, én azt hiszem a harmadik résszel játszottam, ugye volt a jávás változata, illetve a negyedik az kifejezetten a Symbian, ugye a Nokia rendszerre. Jaj, zsáló a Symbian. Valamint a 7-tel játszottam Androidon, és a 8-szal pedig PC-n, meg most ugye kijött a 9 is, bár hát a 8 meg a 9 az ingyenes, de hát gondolhatjátok, hogy ha ingyenes a játék, akkor azért mivel rendelkezik. Főleg ha Androidos. Hát, itt izé is van, ugye PC-n is lehet, tehát ugye ez a Microsoft Store. Ja. Olyan kellemetlen meglepetés, mint tegnap a Crossout. Hát, körülbelül olyanra kell számítani. Jó, most ez nagyon jó volt. És abban éppen azt nézte az ilyen izé után, hogy ilyen... ...vakátlig után. Egyébként azt nem tudom, hogy lett belőle izé, aztán Chiego, de az lett belőle talán. Mindegy. Mikor szólt, annyira szar volt. Egyébként igen. Az az igazság, hogy sajnos igen. És sokkal jobb volt a Counter-Strike-ről, a gond, hogy nem tudom, 10-es szintet el kellett volna élni, hogy klánt csináljunk. Ja, meg is akkor majd bedobálnak ilyen random gyerekek közé, de aztán viccből azért felmentünk a Chiego-ba, hogy azért oroszokhoz. Jaja. Hát azért az kettőbre, bocs. Na, hát közben az első versenyt meg is csináltuk itt a Mercedes-szel.
És jobb-jobbként mész akkor? És jobb-jobbként, igen. Ez az az én nevem. És hát megkaptam az első járművet, hát a tök jó vezethetünk motor, tehát én nem nagyon szeretem a motorot. Hát a járral jól jársz. Hát az biztos, sőt, de hát most mondhatom, hogy mondom, én nem szeretem a motorot, hát tessék, motorot kapok. Jár? Viszont, Dávid, nem tudom, mit keresel a játékban. Jaj. Én sem tudom. Egyébként... Annyitok nem akarok hülyeséget mondani egyébként, de ugye milyen huszkvarnát kaptál? Az nem ilyen fűnyírókat, meg fűkaszákat, meg egyéb ilyen gépeket? Szerintem te, legalábbis én is úgy emlékszem. Forgalmazza őket, tehát ők előállítják ezeket, és utána forgalmazzák? De, valahogy én is erre emlékszem. Huszkvarna motorról még nem hallottam. Fűkaszáról például már hallottam. Meg ilyen ház körüli ilyen barkács gépek talán még, amiket ők csinálnak. Ízert dújunk meg egy fűkaszon ide. Valami jól nem. A fűkaszát nem lehet megfűzni fogalmat. Ja. Na kis baltácsom. Na közben a rendőrbácsi megjön, és hát igen, közben itt a trafi is lekapott. Na megnéztem, most rákerestem. A huszkvarnánál lehet kapni, azt mondja, hogy fűnyíráshoz robotfűnyírókat, sima fűnyírókat, kerti traktorokat, rájdereket, és előső vágóasztalos fűnyíró traktorokat. Aha. Akkor vannak fűkaszák, szegélyvágók, sövényvágók, motoros kapák, lombfúvók, hómarók, nagynyomású mosóberendezések, láncfűrészek, erdészeti tisztító fűrészek, magassági ágvágók, beton és fémdarabolók, és egyéb ilyen kiegészítők, védőfelszerelések, munkaruházat, és a többi, és a többi. Az jó. A motorkerékpár nem volt ott. Ha csak ez nem egy átalakított motorkerékpár, tehát egy ilyen kasztiba beleépítettek egy Husqvarna fűnyíró motort, egy ilyen kerti traktornak a motorját. Hát simán lehet. Tehát akkor sufni tuning motorral mész. Mi volt az egy kerekezés, basz meg? Igen, valahogy így sikerült megállni, és megkaptam közben a Mitsubishi Eclipse GTS-t. Test drive is completed, tök király. Na, akkor következő a Street Races. És akkor ezek szerint már lehet akkor itt a Mitsubishit választani, és ha jól látom, közben ezt lehet fejleszteni is. Úgyhogy sőt, azt nézem, hogy van 11 ezrem. Belepakolok például egy turbót, és fel fog borulni a szekrénnyel. Azt tudom, milyen ízét lehet választani body kit-et, úgyhogy közben azt nézem, hogy az egyik az tökre hasonlít a legelső, ugye Fast and Furious filmből a... De nem is tudom, hogy talán az is egy lipsz volt, de ha jól emlékszem, akkor igen. És... Egyet nem láttam a sorozatból, úgyhogy... Szintén. Na mindegy. És úgy látom, hogy 8-an leszünk. És ráadásul az első a normál rész. Van ilyen radar rész. Amit egyébként mernék fogadni, hogy hasonlít a... várj, mi volt annak a neve? A Most Wantedból. Mi szintén ilyen trafis verseny volt. Nem emlékszem a nevére. Speed Trap, asszem. A Speed Trap volt. Ja, igen, és ugye az aszfaltnak egyik ilyen érdekességei, nagyon is játszódik ez a hogy ugye kiíthetjük az ellenfelünket. Akkor ugye kapunk plusz, legalábbis nitrót biztosan, de talán pénzt is. Illetve olyan is van, hogyha kapásból a legerősebb turbot, ugye a háromszoros nitrót nyomod be, akkor instant kinyírod az ellenfelet. Vagy ugye a falhoz lehet szorítani. Turbo! Azt nézem, a többieket már lehagytam.
Egyébként azt kell mondjam, ezek a régebbi aszfaltok mondjuk marha jók voltak. Tehát megvolt az élvezeti faktora ezeknek. Teljesen mindig. Nem játszottam velük, mert nem tudtam, hogy a régi részek azok nem érhetőek el. Szériáról mindig hallottam. Kiütöttem úgy a motoros rendőrt, hogy csak izé hátulról belém jött. Mit csináltam a motoros rendőrrel? Hát kiütöttem. Úgyhogy ő meg nekem izé, hogy belém jött hátulról. Hoppá, hát az az autó az úgy elrepült. Meg látom, hogy én kírja, hogy cop killer, meg ilyen. Igen, cop killer, jaja. Hát vagyok, az meg így elég jó izét kapsz. Aha, és így lézer ez a helikopáter. Azaz, persze. Igen, alagúton keresztül, tehát így totálisan reális. A mentő miért repült, te jóságos ég. Akkor most már azért mentő killer is vagy. Azt kéne még, hogy egy moziba így bemész, így berobbasz, és akkor már film killer is leszel. Ne! Film killer, jó van. Na, akkor a következő a radar rész. És 195 km per órával kell menjek ahhoz, hogy megnyerjem. Ja, mert egy izé radar van. Hoppa, anyás. Itt volt érzékeny. Most nem láttam, mennyivel sikerült. 189-szel. 189-szel? Aha. Ez kevés volt. Ja, aha, hogy a 195 az, amivel nyerned kell. Aha. Igen. Na, meg lesz szerintem. Ja. Ami 200... 203-ban mentem most. Na, és akkor jön az elimination rész. Hát ezt ugye nagyon részletezni nem kell. Hoppá, nem voltam lenyomva, a kurva faszom. Behallozott a morgás, nem mindig. Bőci. Kurva. Itt az előző képen, amikor ott a radar versenyt megcsináltad, ott az nem az a Rihanna volt, vagy így hasonlított rá. Most ez jó kérdés, nem tudom, hogy ki volt, viszont elméletileg a... Pont ehhez a játékhoz kapcsolódik a Pussycat Dolls. Valakinek így ismerős a... Jaj, ne, hát az... arról hallottam, hogy ez egy nagyon érdekes koncepció volt, mert... összeraktak, nem tudom hányan voltak, hatan voltak, vagy hányan voltak. Hat ilyen, azt mondjam, top modell csajt összeraktak, és ez egy ilyen mondva csinált kis banda lett. Aztán, nem tudom, ilyen pár... Örüljétek, hogy nem az álmok futók, úgyhogy... Ne, hát a Kozsónak köze van ehhez is. Mi picsa macska babák, mi a franc? Az, picsa macska. Macska picsa fötse. Egyszer még évek ezelőtt láttam az egyik izé klipjüket, aztán semmás nem csinált benne, csak vonaglottak össze-vissza mindenkiket az ipari áron, basz meg éppen. A frontemberiket meg más miatt is ismerhetjük. Az a helyzet, hogy van egy sejtésem. Vagy várjál, mennyit mondjak így el belőle. Hát... ugye... hát mondjuk ki először a nevét a frontembernek. A... fú, várjál, hogy is hittek a... Elfelejtettem a nevét. Mikor Scherzinger? Á, igen. Jaj, ne! A transvestitok... Mi? Az nem izé, az nem transzivert? Nem. Nem.
Csak egy általunk nem túlságosan preferált személynek volt egy időben a barátnője. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mondom, nem csak nem véletlen, egy Forma 1-es pilóta barátnője volt. Igen. Azt hiszem, hogy akkor most én majd felakasztom magam. Ja, várja, nem jó, mert akkor nem láttam, amikor elkészül az ajándék, úgyhogy nem. Majd utána. Ugye átveszem, és akkor utána felakasztom magam. Úgy jó. Most utána néztem ennek az egésznek. Ők 95-ben alakultak meg tánccsoportként, és utána 2003 és 10 között voltak ilyen zenei együttes. Érdekes. Fú, miért jár rohadt lassul ez a motor? Most megyek a 20 korán a motorra. Hát már fügyírása nem kell atommotor. Na, úgy látom egyébként, hogy nem csak nekem tűnt akkor fel ez a dolog. Itt van egy ilyen, hogy sikerükhöz hozzájárul, és sokan kritizálják őket, a nyíltan szexuális kisugárzású táncaik miatt, és azért, mert a hangsúly Nicole Scherzingeren van, aki énekli az együttes dal, és a többi lány pedig csak vokálozik mögötte. Én ezt elsőre úgy olvastam, hogy pedig csak vonaglik mögötte. Én nekem semmi olyan mondsz, hogy a szexuális pózókat látok csajoktól szempontból, hogy nem tudom, mit kell vajonnak. Nézem, hogy hogy... Na jó, de erre építesz egy együttest. Jó, hát azért nem mindig... Jó, nem mindig előnyös nyilván. Hát a... Mi volt az? Volt egy ilyen együttes, ilyen csajok, ki lettek tiltva Amerikából, vagy nem tudom, milyen rosszos cucc, és hogy... Semmi hangjuk, csak így ilyen melleket mutogattak a szóval. Azért az mondjuk nem, hogy őség, azt ilyen. Az a passzirály ott, hogy melyik. Inkább pornozzanak, nem tudom, hogy hívják őket, elfelejtem. Az volt. Mi? Passzirály ott. Ja, az igen. A punci lázadás, na. A punci tüntetében. Mi, hogy ilyet rájött az a... Szokvárás, na. Punci lázadás. Tudom, ott volt még a tatu, amelynek ugye ezért volt egy nagyobb visszhangja. Ja. Jaj. Az orosz. Hát lánycsapatnak nem mondanám, mert ketten voltak, úgyhogy. Rossz is egy Schreinen. Ja, sorry. 3, 2, 1, go! Azt nézem, hogy itt 179 km per órával kéne, hogy áthaladjak, de hát ez esélytelen. Rusz is ebből menni innen. Ne. Hallod, akkor most azt mondja, hogy 178. Hát meg az anyja picsáját, érted? Annyi lett? 178 km per óra és 179-el kell menjek. Oh. Na, ezt a kurva! Az már erős szopatás. Megint bazd meg 178 km. Na jó, hát ez hogy? Ez hogy lehet megcsinálni? Nitrót se lehet belepakolni a izét, meg most beleraktam valami turbót. Vagy mert turbót. Na. Hát ez így érdekes lesz. Várjál, nagyobb táv. Megint bazd meg 178, hát ezt nem hiszem el. De akkor hogy... Bír többet ez a motor, vagy mi a szar? Hát bírna többet, csak mire elérni ezt a sebességet, addigra már beérek a célba. Erre nem lehet megfordulni. Ó, de hogy nem le lehet ezt azért csalni. Hát akkor csald le pofátlanul, ne érdekeljen. És mindig azt szoktam csinálni, hogy ha a játék olyan, akkor én is olyan vagyok vele. Na, 180. Na, most már 181, na most már ezt elfogadja, jó van. Na, a következő dual race. És 1250 dollárt kell feltegyek, ahhoz, hogy konkrétan megtörténjen a duel. Itt természetesen elfogadjuk, úgyhogy it's time! Azt hittem, izé vagy Arnold Schwarzenegger, it's time! It's time, ja. És kurva gyorsan le is vettem az előttem.
I'll be back. IBM. Na, azaz, kiütöttem az ellenfelemet. Csak meg kellene majd tőle kérdezni a versenyt, hogy Alex, és most hogy érzed magad, hogy egy jobb-jobb nevű ember elvert? Jobbnál jobb. Hoppá. Én is találkoztam az oszloppa. Szökőkútnál? Igen. Még az 5 órakor. Sőt, meg ilyen nézet is van egyébként a játékban, ez bebasz. Nice. Ez tök király. Kérdés az, hogy szeretnél így vezetni hosszú távon. Hát megoldható. Talán meg motorban még ez feelinges amúgy, autóban azt hiszem csak izé van az a motorháztető nézet. Na, közben lekapott a trafipax. Jönnek a zsernyákok. Aha, és tök jól kiütöttem. Egy motorral, egy Husqvarna motorral. Kibaszott ilyet. Az igen. Na közben ellenfelem még csak most ért célba. Most tette le még csak az első körét. De mit csinál, járókerettel megy, vagy mit csinál ez? Nem tudom. Szentkor fölül a fa. Szentkor motorra. Az faltok. Milyen hangja van? Megállt el nézni a rakott kumpli. A rakott kumpli. Felveszük itt a maniókat, meg a nitrót. Tök jó, most jön ide a rendőr. És ez milyen szép lenne, hogy a rendőr így oda menne melléd, és azt írja, hogy jó, le fog tartóztatni ezt, csak így kiszólni. Ne haragudjon, ön is az obi akciókat látta, azért siet ennyire? Persze, igen. Na, megyünk Londonba. Milyen városok vannak egyébként? Hú, várjátam, Miami van, Hawaii, vagy várjál, London, Párizs, esetleg, vagy lehet, hogy keverem az első része. San Francisco az biztos, hogy van. Olyan basszus, mint egy izé L'Oreal reklám. És a hajad még mindig tart. Vagy azt mondta, hogy 8 L'Oreal reklám volt, nem? Vagy Pantene, vagy melyik van? Nem tudom. Várjál, de az L'Oreal. Sejtettem. Hú, azért jönnek rám itt a többiek. Én meg egy kis szaros Husqvarna motorommal itt meg aprítok. Tehát ugye el kéne kezdenie gondolkodni a Husqvarnának így jelen, hogy hát lehet, hogy motort is kéne már csinálunk. Ütten fel ilyen játékokban. Ó! Pont legjobbkor kapott el a rendőr. Ilyet a trafi. Aha, konkrétan bazd meg egybeolvadok a rendőrrel, ez úgy normális. Húha. Én benéztem, hogy milyen az ön örök műszerfal, önök is ilyen piszkos. Kilopod a kesztyűtartóból a fánkjukat. Igen, és akkor megharagudnak. Hát úgy én is elkezdenélek üldözni, ne haragudja. Te ellopod a fánkomat. Hát én is. Fánklopó. A lopót a fajámat ők tisztelt. Ez az meg aztán, hogy mindenek a rendőrök így ismeri mutatottak. A kurván GTA-ból.
De azt nem csak eszegetik a fánkot, hát az kell a kávéhoz. Kávé. Kávé. Kávét főznek a rendőröknek is. Azt az egy kerekezést. Na és gold. Megkaptam peace-t. Na most jön a Lothorc, ez mit is jelent? Hogy várjál. Tudok fejleszteni? Lothorc. Mélytorok. Lothorc. Hú, de szar volt. Hát. Hát igen. Dávidtól tanultam. Ó, meg közben tudok még izé. Latol, te. Tudok még fejleszteni. Lómai. Lómai vagy? Lómai. Blair. Hát akkor felfejlesztettem a gépjárművet. Azt nézem, kőben jó. Lehet ilyen tök jó izé festéseket rakni. Matricákat. Itt meg azt nézem, hogy a... Milyen turborágó matricákat elrakod az autót, vagy? Ja. Vagy emlékszem, az én gyerekkoromban, amikor nagyon bejött Magyarországra a Pokémon láz, akkor voltak ilyen rágók, amelyekhez lehetett ilyen, hát ilyen baseball kártya nagyságú matricákat kapni egy zacsiban. Így. Tök jó volt. Na, az azt nézem, hogy van szintén Elimination, normál, meg a radar. Ez amúgy fura volt azért, hogy volt az a Master Crockos kártyás korszak, az minden ilyen magyar hungarikumból ilyen krokodil csináltak. Ilyen... Igen, volt búvár. Antropomorf krokodil, bocsász. Jézusom, na jó, hát, ez már mélyre sült. Hogy milyen furmányosan beleszűtte a történetbe, nagyon de szép volt. De tényleg az van, bazd meg ezt. Egyébként szépen. Meg. Most nem trollkodás, hanem tényleg... Hallod, most nem azért, de akkor az összes ilyen állatmesére ezt mond, hogy antropomorf. Ja. Szerintem a szülők úgy megharagudnának, mint a szar. Te meleg vagy. Na. Kikérem magamnak, én még mindig a nőket szeretem, jó? Nekem te ne. Jaj. De nem, mondom, a kártyán volt a karakter úgy, nem a Pokémonról van szó, az meg. Egyébként akkor Otherworld kritikálva az oroszlán királyra, hogy azt mondja, hogy antropomorf karaktereket kaptunk, azt mondja a srác. Most ezt magyarázza meg valaki, hogy ez most mi. Hát őt is meg kell baszni. Tehát, hogy azért jellemvonás maximum, de... Nincs tisztában a sztójelentés, ez egy külsőleg is azos. Na mindegy, nem mondtuk vitát, nem. Mert lesz fogadva megint, de mindegy. Hát, csak szereti használni ezt a szót, nem? És akkor így mindenbe beleteszi, hogy mondhassa. Hát lehet, hogy tudod, ő így érzi magát okosnak. Az antropomorf fogkurva anyjának, na, az úgy tetszik akkor? Azt jól láttam, hogy össze volt ragadva itt a platós autó. Az úgy oká. Aha. Ezt is tudod, belemegyek és így elrepül a picsába. Nézd meg el. Akkor jöjjön a normál verseny. Igen, és jön a sok Mini Cooper, meg a Golf. Mini Morris. Lol, konkrétan itt egy tömegkarambol volt. Ennyi. Balesetet is okoz. Nem is voltam. Hát Balázs volt. Nem én voltam.
A basszam ki anyádat. Ja, összehozom a személyi igazolványt. Ja, tényleg itt van a személyi igazolványt. Pillanat, hozom a személyit. Nekem ha. El kell menni a táskámig, úgyhogy... Ja, itt van, meg van, itt van mellettem, mert ez szépen. Okay. Kemény tud. Hát, nagyon kemény. Kemény, mint a KC-re. A fosomra ingye. Oké, okay, annyira kemény lenne mindene, a kakája is, hogy belekülhetsz a vécébe, azt így ketté törik a csésze alatt. Ja. Tehát ha ketté törik a csésze, írta a receptet, hogy mondd volna. Ne azt a kizét, de... Ajajajajaj, és gondolom, hogy ezt ugye ezt a vécét eljátszol, hogy ott ül, és akkor így folyik szét a szar. Aja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 j
Te, most pannolt elém, bazd meg a izé, két autó. Aha, jól lekapott a Trafipax, bazd meg konkrétan izé, kapta ki. Az egyik forgalmi autód. Ez egy szegény civil. Oszt megosztjátok azért a büntetést. Igen. Ő fizeti a nagyobb részét. Finnish. Swedish. Na és akkor jön a radar rész és 162 km per órát kell összehozzak. 2 km per órát? Uh-huh. Azt gondolod, hogy a legurulsz a domboldalon már az elég. Ja. Igen, 162. Ja, érdekes, hogy csak 2 km per órát. Gyakorlatilag egy talicskával megcsinálod. És kész is van? Na, kaptam maniókát, és megkaptam az Infiniti FX45-öt, azt a mocskos. Én majd várom, hogy a Husqvarna után bejön mondjuk a Bosch, vagy valamelyik másik márka. Ó, és itt lehet választani, hogy melyik autó. Mert nem tudom, hogy ha a Hajdú esetleg elkezdene autókat gyártani, akkor megnézném azt, hogy a hátsó rakodótér helyén egy ilyen hatalmas nagyobb boiler lenne. És úgy hajtaná meg az autókat. Ja, hogy az a Hajdú. Jó van. Uh-huh. Írtan a geciládára gondoltam. Bazd meg! Hát, ott meg csak át kell alakítani a benzintankot. Hajdú Péter geciládára! Most azt nézem, hogy 425 lóerős és 225 a maximum sebesség, az nice. Golf meg 233-as izé végsebesség, de 200 lóerő. Kicsit sem tűnik úgy, hogy inkább jobban megéri a Charger-t venni. Lol. De várjál, most akkor ki kell lépjek, be kell menjek a garázsba. Garázsban. Vehetek egy Dodge Charger-t. Ja. És még Viper is van. Dos Charger sok feliratkozót fog adni. Hát ez most jó kérdés. Feliratkozó, Mazda kéne volna. Mazda kéne akkor. Ja igen, de ne akkor arra gyűjtsünk. Igen, a Mazdára gyűjteni kell. Akkor jöjjön donate, bazd meg, semmi donate, faszom. Nincs elég maniókám, ó-ó. Donételjük. Hát gyerekek. Valaki fizet annyit, hogy jó, és látszok, akkor azért vegyétek meg az autót. De, mint látod, többen vagyunk itt. Ja, értem, és akkor utalja a többit. Ja, igen. Az a legjobb. Na, hát akkor nézzük a GPR művet. Micsoda hangja van. Hasítolom a másikat.
Nem is olyan rossz. Sőt, ezzel még kurva jól lehet kanyarodni. Driftózni. Lehet nyomatni a deja vu-t a katonai bázison. Csinálgatod a vaníliás karikákat. Az. És ráadásul Oroszországban vagyunk, orosz katonai bázisban versenyzünk. Szóval az oroszok most... Azonban akkor jönnek a szovjet támadó rakéták majd így pluszba. Hát, helyette a rendőrök jönnek. Méghozzá motoros rendőr is meg is döglött. Jön utána, hogy a húj! Aztán nem történik semmi, mert... Kifogy a vodka a tartályba. És elrepítettem a Hammert. Még egészen a Balatonig? Azt hiszem. Bár most nem tud beszakadni alatta a ég, úgyhogy tök mindegy. Megint neki mentem a tanknak, hát ezt nem hiszem el. A rohadt APC tank útban van. Na, közben megint lekapott a Trafipax. Jön a 30 ezer. Az igen! Ez mi volt? Miért úristen, mi volt az? Mi a kula volt? Ha miért ugrottam már itt izé? Közben 176 km per órát kell összehozzak, és ráadásul reptéren vagyunk. Azt hiszem sikerült. Igen? És igen, 192 km per óra. Na hát a következő a normál verseny. Ráadásul Rióban vagyunk. 3, 2, 1, go! Hoppá. Elkaptam itt egy falat. Egy falat. Hát ezt szépen elcsípted. Oh-ho! What the fuck happened? Physics. Úgy átnéztél lapóba. Jó van. Mint hogyha december 6-án esetleg majd streamelsz valamit, akkor mindenképpen Mikulás sapkában csináld. Ja, igen, tényleg! Borotva habbal fújsz magad, hogy a szakát, amit menet közben leolvad. Mikulás sapiban, meg izé a Deal with the Death szövegbe. De jól nézel majd ki akkor. Nem, addigra szerezzél egy ilyen, amit a Reluxából csinálnak, ez a diszkó szemüveg, vagy melyik. Jaj, az annyira undorító. A Raki szemüveg. A Raki szemüveg, igen. Abban meg a Mikulás sapkában. Színes, csillámporos szakába, és akkor már tényleg lehet mondani ezt, hogy ez vizuális méreg. Jön a rendőr bácsi. Sündör. Redőnység. Redőnység. Konkrétan szétaláztam megint mindenkit. Megint kaptam egy kis cash-t, na és akkor Dirt Masters. Ó, oh, ne, hát már megint a Husqvarna motorba az meg. Hát ezért ez... Rős. Na de feltuningolom akkor a motorot.
Még hozzá csumig. Majd teljesen jók leszünk. Ráadásul most pont normál versennyel kezdek. Az igen, és közben hammerek ellen, az jó, és egy hammert le is durtam. Az oké. Okay. Ja, de ráadásul akkor lehet, hogy hozhattam volna az Infinity-t. Nem baj, jó lesz most a motor. Nem, most már mindegy. Nem baj, a motor OP. Ráadban van a... aki legelőbb van. Itt van, és természetesen hammeres, hammer. Hammer. Ja, ki is ütöttem. Jó van. Az egy meg kajás. A ham. Burkolna már az autó. Is. Az autó is, meg mit te is? Na. No. Akkor ennyi. Én nem. Mi akadályoz meg? Hát én nem ilyenni akarok kajálni, mert az autó veszettő. Kemény rendőr megerőszakolás volt. Tudom, hogy az a rendőrbácsinak még szűz a seggelika? Hát igen, most már nem! Most már tényleg nem? Konkrétan dead. Hoppá, jön a helikopáter. Viszont alagút, érted, a helikopter akkor is így le fog lézerezni itt a alagúton belül. Ő nagyon jól nyomja. Meg ilyen, érted, a Lamborghini rendőr, Balázs kedvence. A Lambo. A Lambo. Meg igen, tudjuk, hogy újfent az Audi. Akkor jön Elimination rész. Nézzük, milyen a motorra. Elimináción. De ráadásul várja, melyik pálya ez most? Megint az orosz. Ez az jó van, el ne indulja. Hoppá, leestem a motorról. Van baj! Tetszik, amikor nyomod a nitrót, az olyan, mint basszus, hogy egy üstökös lenne a motor. Ja. Ops, hát megöltem. Beszorult a fal közé. Tetszett a kérdés, hogy micsoda ugrás, hát alig volt ott valami. Megerőszakolt a rendőr, láttad? Húha. Az igen. Az ott elég, hopsz, elütöttem egy hóembert. Hát most már legalább te is. Akkor, hogy mondjam, könnyebben tudsz majd fingani. Az biztos. Nagyobb a luk, amin kifér. Jézusom, mondjuk ezzel a motorral azért basszus rohadt nehéz kanyarodni. Ó, célba értem. Teljesen jó. És milyen jó megállt a kép, hogy pont egy kerekeztem.
Az igen. Ezeket akkor jöjjön a duel ismételten. Már 2000-et kellett befizetni. The duel. Duel. Hát de nagyon duel. Jó, hát közben autó ellen megyek, jó, easy. Ezt az autó az beragad a dugóba, a picsába. Már, ha jól látom, már le is hagytam. A formám valahol megállt, hogy neki ment egy másik autónak. Meg vígan eldöcögök a Husqvarna motorommal. Biztos kifogy belőle a benzin. Kifogy a nafta. Addig szedek maniókát, az igen? Ez nem is láttam, hogy igen. Virágot a rétem. Na meg kicsit játszunk ilyen nézetbe. Mondjuk itt tök jól néz ki. Ja. Na, meg én most pont azt hiszem ugrás közben kapott le a rendőr. Na, jó van már, hát már megy az erőszakolás. Hol a rendőr bácsi? Teljesen lemaradt. Redőny bácsi. Redőny, ja. Tök lazán megnyertem ezt a versenyt, úgy néz ki, mert hogy se az ellenfelem, de se a rendőr. Bírom, hogy mondja, hogy first place! Ezt az egészet. Hát, ja. Én volt vagy, faszom. Na, és akkor az Urban Sports Cars. Azt a kurva. Van itt egy nagyon baszó Nissan 350Z, ugye Mini Cooper, Mitsubishi Eclipse, Infiniti, G35 Coupé, meg a Wolf. És akkor nézzük a... Erre azt nézem, hogy... Jaj, várjál! Ja, Vehicle Selection, ez kell nekem. Esetleg megnézem, hogy lehet-e még valamit fejleszteni, de úgy látom, nem. Úgyhogy akkor jó lesz ez így. És akkor az Elimination-nek kezdünk. Méghozzá Kubában. Hűha. Castro palotája körül kell menni? Nem tudom, lehet. Mentek szivarért. Kuba! La Kuba. Viva la Kuba. Mini Cooper az így megdöglött már. Megöltem egy Mini Coopert. Te gyilkos! Egy autó. Most már a Golfot is megöltem. Jön a rendőn, redőny. Te sorozat. Azt is megöltem. Azt a kurva élvezi mindent. Azt a mindenit. Jó, van motoros rendőrt is. Hát itt senki nem marad élve. Gyakorlatilag egy versennyel lefelezett a lakosságát. Lebizony. Pedig ők csak a munkájukat végezték ám. Hát, nekem meg nyerni kell. És akkor most ki fogja a kicsike őket felnevelni, meg ki megy haza karácsonykor? Fidel Castro.
És szerintem, ez meg... Hát ez nagyon jó volt, hogy... De milyen vagy te komolyan? Hát ez zseniális volt. De ez mekkora lenne, és akkor oda megy, érted, baszki, a család, vagy karácsonykor, és akkor boldog karácsony. És így beszélgetett két kubai nő, nem tudom, hogy egyiknek a konyhájában, hogy hát igen, sajnos mióta Guido meghalt, azóta így nagyon nehéz, de ma karácsony van, és hát ilyenkor a gyerekeknek még nehezebb. Here's Fidel! És így benézne. Here's Fidel! És akkor, ja igen, meg ez a hülye is jön mindig. És akkor egy nagyon szar poénnal lehetne ott élni, vagy nyelvi poénnal lehetne élni, hogy így benéz ugye az ablakon, és így hozzácsap a háztulajdonosához egy ilyen szelet rántott húst. És akkor az meg így ki kellene magából, de Fidel, hát maga mit csapja itt nekem a szelet? Jó, ezek a felnyögések. Na kinek? Dávid. Fájt neki, úgy érzem. Igen. Oké. Jön ám a redőny nagyon. Itt a párizsi redőny, most már nincs. Párizsi redőny. Ja, azt hittem, bazd meg, hogy repül a rendőr, halott a helikopter jön. Jó van. Nem kéne hagyni, hogy lelézerezzen. És érted, Párizsban vagyunk, aztán a izé jön az olasz rendőr. Tehát ebben mennyi logika van? Hogy még egyszer, micsoda? Tehát Párizsban vagyunk, de jön az olasz rendőr. Ó. Oh. Következő pálya meg Blaha Lujza tér. Ja, akkor én leszállok. Tehát itt teljesen baszki, érted, már a fél pályán vagyok. Többiek meg sehol. Közben megint lekapott a Trafipax. Jön a redőny. A párizsi redőny. Mondd neki, hogy te inkább Reluxát kérsz. Közben ezt is ledaráltam. Na akkor nézzük a következő, az is normál verseny. És Londonból vagyunk most meg ráadásul. Egyébként ez most végjátszás lesz? Vagy... Nem, hanem... izé lesz ebből is csak egy szimpla gameplay. Úgyhogy szerint... Azt hittem olyan jól nekiálltál, hogy végjátszás lesz. Hát, én a saját csatornámon majd tervezem, hogy lesz majd valamikor, hogyha arra kerül a sor. Arra kerül a sör. Hát, akár a sör is. De hát... De lehet azért lesz, hogy ezt nem kell sörrel elront. Jaja. Tartogassad majd bizonyos... hollandi után, akkor hogy úgy mondjam. Ja, hát igen, na majd... Ha arra kerül a sor... Akkor, hát igen, akkor lehet, hogy sajnos kell eszközökhez folyamodni.
Tök közben azt nézem, a fiatost kapta le a Trafipax, jó van. Megint most megint egy civil fogja fizetni azt a bírságot. Igen, majd postázzák neki a izet. Ő meg egy életedet pereskedett a rendőrséggel. Ez az egészsége megromlik, majd eltűnik a munkahelyéről. A felesége elhagyja. Hát ja. Ő lesz majd a pont, lesz semmi. Jaj, ne, tényleg! Na tessék, most meg Londonban vagyunk, megint itt van az olasz rendőr. Hát itt beakadt a lemez. Hát de Luigi, hát ez már nem olasz. Hallod? Elém teleportált, baszki, az egyik fiat. Aha. Aha, tényleg. Na, hát sikerült ezt is megnyerni. És úgy látom, hogy igen, ugye megint kaptam pénzt, meg mindent, és kaptam autót, méghozzá 69-es Camarót. Sőt, hogy nézem, Dávid is benne volt ebben a bajnokságban, meg a matematika is. Igen. Na és hát ugye kész a Street Racer, és ugye van ez a City Challenge, tehát azt nézem, hogy 6 ilyen komplett verseny van, ilyen versenysorozat. Úgyhogy hát szerintem lehet, hogy az lesz, hogy most ezt így hagyjuk így ennyiben. És akkor megköszönöm szépen a figyelmet, hát ennyi lett volna így a mai epizód. Reméljük, hogy tetszett és szórakoztatok, és hát majd találkozunk a legközelebbi alkalommal, illetve hát majd a további a más szegmenssel, programmal, és addig is. Viszont kívánok mindenkinek, sziasztok! Cső! Viszlát kívánok!